Ma reggel is jó reggelt kívánok! A folyékony kenyér szerelmeseinek érdemes ellátogatni holnaptól Békés Csabára, Csabai Sörfesztivál és Csülök Parádéra. Az első napon a hagyománynak megfelelően az égből érkezik az első hordó, ejtőernyősök segítségével. Szombaton Csülök pörkölt főző versenyen mérhetik össze szakács tudományukat a baráti társaságok. Emellett naponta élő koncertek várják a résztvevőket. Badacsonyban a kisfaludi ház felett található az a hatalmas bazalt lap, amit a helyiek rózsakőnek hívnak. Nevét Szegedi Rózáról kapta, aki szerelmével Kisfaludi Sándorral üldögélt ott. A legenda szerint, ha két szerelmes ráül a kőre, háttal a Balatonnak, egy éven belül összeházasodnak. Szerelmes párok jelentkezését várják Badacsony Tomajon, a bazalt templomnál. Pünkösd vasárnap 15 órakor innen indul a menet a rózsakőhöz, ahol eljegyezhetik egymást. A házasság remélhetőleg nem lesz kérészéletű. Szombattól a dísztéren bárki kipróbálhatja a fafaragás, szalmafonás, gyöngyfűzést, mézes kalács készítés, sőt még a csuhézást is. Akik kedvelik az operát, biztosan ellátogatnak a holnaptól kezdődő Bartók plusz Verdi Miskolci Nemzetközi Opera Fesztiválra. A nyugat- és kelet-európai operaélet meghatározó társulatai megidézik Bartók és Verdi életművének legjelentősebb állomásait. Kuriózumként elhangzik Liszt Ferenc Don Sánchez című egyetlen operája is, amit 10 évesen írt. A programokhoz jó szórakozást kívánok, holnap új ajánlatokkal jövök a viszontlátásra.